Kedves barátaim, ma egy nagyon szép, könnyed szugja vár ránk. A Nedarim traktátus 50-es lapját fogjuk ma tanulmányozni. Tegnap szó volt arról, hogy a rabbik milyen szegénységben éltek. Visszaemlékeztek, akkor oda jutottunk el ide, hogy arról volt szó, hogyha valaki letilt magára nézve valamilyen ételt, annak a letiltásnak a megfogalmazása az, mit foglal magában, mit nem. És akkor szóba került az, hogy mit esznek a betegek, akkor azt mondtuk, hogy nem a betegek eszik, hanem a gyengék, kik a gyengék, a rabbik, olyan szegénység, olyan puritán életmódot éltek, hogy gyengék és betegeskedők voltak. És kérem szépen, innen eljutottunk oda, hogy ez a szegénység, ez a puritán életmód, ez mit jelentett különböző rabbiknál. És most ezt a vonalat folytatjuk, méghozzá nem mással, mint az egyik leghíresebb talmudi bölccsel, Rabbi Akivával, akinek a történetét már többször különböző változatokban tanultuk. Ugye Rabbi Akivával tudjuk, hogy egy írástudatlan pásztor volt egészen 40 éves koráig, amikor is egymásba szerettek feleségével. Kalba Szabua, a híres Kalba Szabua, a jól lakott kutya, becenevű, gazdag, mecénás lányával, aki nagyon nem örült annak, hogy a lánya az egy ilyen idézőjelben senki házit választott ki magának, úgyhogy ki is tagadta a lányát. Ezt a történetet fogjuk most részletesen megismerni, de Kiva is Katsedei Bartei de Kalba Szabua. Rabbi Akiva eljegyezte Kalba Szabua lányát. Shama Kalba Szabua, meghallotta ezt Kalba Szabua, Adrahan Nomi Kolnichzai. Akkor fogadalommal tiltotta a lányát le minden vagyonából. Azlavis Naspelebe Szivusza. Ennek dacára a lánya hozzáment Rabbi Akivához, méghozzá télen. Háve Ganubei Tivna, nem volt hol aludniuk, és az istálóban aludtak, nem is az istálóban, hanem a, hogy mondják ezt, ahol a szalmát, a szénát tartja? Szérű, de a szérű az a termést tartja. Oké, szérű. A szérűbet aludtak a szénán. Háve Kamen Nakitlei Tivna Bemezája. És mit ettek? A szérűben a búza magokat kiszedegette Rabbi Akiva a búzából. Amarla, és azt mondta a szeretett feleségének, I havia lérim minalech Jerusalem de hava. Ha lenne pénzem, akkor felvészítenélek Arany Jeruzsálemmel. Emlékeztek, Arany Jeruzsálem, ez egy ilyen nagyon közkedvelt, de gazdagságot szimbolizáló ékszer volt, egy ilyen fejdísz, ami aranyból készült, és Jeruzsálem volt rajta. Aszali jau idam lehinkan nasa. Nos, jött Ilés, a proféta, Eliahu, hogy próbára tegye őket, és megmutatkozott, mintha egy ember lenne. Ők a karjába bava, és beszólt a szérűbe, vagy pajtába, vagy igen. És azt mondta nekik, Amen Leu, havu leu porto de tifno de dejállatet itisi. Lészlimi daim laguna. Adjatok nekem egy kis szénát, mert a feleségem most szült, és nincs semmim, amire le tudnám fektetni. Amen Leu, ki vele intisi? Én azt mondta Leu, ki vele ifjú feleségének. Háve háze gávrada filu tivna lészi. Tivna le iszlé. Nézd csak, nem mi vagyunk szegények, hát vannak még nálunk is szegényebbek. Itt van valaki, akinek még szénája sincs. Amre le zilhavé ráv. Nyilván adtak szénát a Eliáunak, ezt már a történet nem meséli, hanem megy tovább, és azt mondja, hogy az asszony azt mondta a kivának, menj, legyél rabbi, tanuljál a jesivában. Azzal tárt eszé, snin, kamed, rabbi lezer, rabbi jesuál, mistam, trászlin, snin, kasszene, beisz. 12 évet tanult rabbi lezer és rabbi jesuál jesivájában, és amikor hazajött,
A 12 év végén, ha azt mondja, Beisze éppen jött haza, Samamina Hajrén, Beisze, de ha Amerlé Hádra, Asselem, de Sziú. Éppen jött haza, és hallotta a háza mögül, hogy valaki, az egyik gonosz szomszéd azt mondja az asszonyának, Sápira vedlich abuch, jól tette a te apád, ugye, hogy kitiltott a vagyonából. Hádadele damilach, először is, mert nem illett volna, hogy hozzámenj a kivához, aki nem olyan jó pedigréjű családból van, mint te. Ugye tudjuk, hogy a kivának a szülei betért zsidók voltak. És ezen gúnyolódott, hát nem is olyan jó pedigréjűek. Vajd, Sávach a mulusz hájusz kulosnin. A másik pedig, nézd csak meg, itt hagyott szalmaözvegyként ennyi éven át, Amre Leijer azt mondta neki az asszony, Ica iszledi li, ha megkérdezné tőlem most a kiva, hogy mit csináljon le, Háve tartesz nínes miachrina, akkor azt mondanám neki, menjen csak nyugodtan, még 12 évet tanuljon. Most mindezt hallotta a kiva az ajtó mögül, azt mondta magában, Amár, hogy a Haveszlén is ússza. Ha már az asszony adott engedélyt még 12 évre, én hadélak, hogy akkor visszamegyek, tanulok még 12 évet. Hadár az áll, Háve tartesz ré is ninni achrén nissza. Erre visszament, és még 12 évet tanult. Azt mondja, eszi bárba, Alfin, és a 12 plusz 12 év végén hazajött, és akkor már 24 ezer pár tanítványa volt. Nafi kula alulápi, az egész világ odajött, hogy köszöntse, amikor hazatért Rabbi Akiva. Olyan híres rabbi lett. Báv hi kamac le mipakapei. És ő is, az asszony is, Rabbi Akiva né, is kiment, hogy köszöntse. Amr le a húr is, oda ment az egy gonosz ember, és azt mondta, hát lehéha, te hova mész ezzel a csúnya ruháddal? Egy szegény asszony volt. Amr le, de hát szádik nefes beemtő, ugye a Talmud mondja, hogy a szomszédok felajánlották neki, hogy adnak valami szebb ruhát, nem illik, mégis így köszöntse. Nem akarta elfogadni, és ő azt mondta, idézte a példabeszédekből, azt van írva, ismeri az igaz ember az állati ösztönét. Ez egy kifejezés arra, az ember ismeri saját magát, megismeri saját hibáit ismeri. Szóval én is olyan vagyok, mint hogyha az ő része lennék. Ismer engem, nem fog segíteni, hogy szép ruha, nem szép ruha, nem ezt szállni. Asszolész hazulleré, matchaléraban, oda akart férkőzni a férjéhez, de a rabbik ellögdösték. Amr lehún, erre a biakival megszólalt, és azt mondta, Nihula, engedjétek közel, se líve se lachem, se lahu, mert ami az enyém, és ami a tiétek, az az övé. Ez egy gyönyörű mondás, gyakran szoktuk idézni, használni. Ami az enyém, és ami a tiétek, az övé. Csak miatta van. Ha nem megyek hozzá, ha nem jön hozzám feleségül, és ha nem küld el, hogy tanuljak, akkor nem lett volna belőlem nagy rabbi, ti nem lennétek a tanítványaim. Tehát igazából minden, ami itt van, az az ő érdeme. És ám a Kálvaszabúa, ezt meghallotta Kálvaszabúa, hogy jött egy nagy rabbi a városba. Nem tudta, hogy az a saját veje, mert ugye letiltotta a lányát magáról. Egy kicsit sajnálta már azt, hogy Isleál Nidré. Sajnálta, hogy így kitagadta a lányát, és fel akarta oldani a fogadalmát. És jön egy nagy rabbi, akkor ezt megcsinálja, elment Rabbi Akivához, de nem mondta el neki Rabbi Akiva, hogy ő a veje. De Istené, és feloldotta a fogadalmát, fel lett oldva, és hát akkor természetesen akkor már részesült a örökségben, azt mondja a Talmud egy másik helyen, hogy a lányának adta rögtön, Kálvaszabúa a lányának és a vejének adta rögtön a örökségének a felét. Tehát a vagyonának a felét. Oké. Okay. Mi sismili itáje Rabbi Akiva? Most arról lesz szó, hogy bár Rabbi Akiva úgy kezdte, hogy nagyon szegény volt, később meggazdagodott, és 6 forrásból is gazdagodott. Először is, mint Kálvaszabúa, először is Kálvaszabúa vagyonából. Másodszor, mint a Jolodis Finosza, a hajó szarvasával. A kommentárok azt mondják, hogy most a hajó, ez egy csomó helyen vissza fog térni, ami érdekes, nem teljesen tudtam felfedni ennek a szimbolikus jelentőségét,
De itt arról van szó, hogy volt egy olyan szokás, hogy a hajónak az orrába raktak egy ilyen faszobrot, úgy nézett ki, mint egy szarvasnak a feje. És azt megtöltötték arannyal, és ennek valamilyen ilyen misztikus védő jelentőséget tulajdonítottak. De Kolcvin az Abdinem Mineino, minden hajónak csináltak egy ilyen szarvas fejet, amit megtöltöttek ugye arannyal, és akkor ez a szimbolikus jelentősége az volt, hogy olyan könnyen ugráljon a hullámokon. Ez a hajó, mint egy szarvas. Bármi is legyen, zimna hadán sújjál kéfjam, ma vassza huáskehe. Egyszer történt, hogy ezt a szarvasfejet lerakták a hajóról a parton, és pakoltak a matrózok, és ott hagyták, ott felejtették. De Rabbi Akiva megtalálta. Másként Talmud mondja, hogy Rabbi Akiva utánuk ment, és vissza akart nekik adni, és ők annyira megdöbbentek, hogy ilyen becsületes ember, hogy itt vissza akar szolgáltatni egy ilyen dolgot, hogy rögtön aztán jó, tartsd meg a tartalmát, az aranyat, ami benne van. Akkor ez volt a második dolog, amiből meggazdagodott. Zimna gavza, és umin gavza, egy másik alkalommal ugyancsak egy hajóról kapott valamilyen egy ládát teli kincsekkel. Zimna hadi jajvár baz uzeliszipunai, amel leju ajtilu midam. Egyszer adott Rabbi Akiva 4 zuszt, ez nagyon kevés pénz, matrózoknak, és mondta, ahova mentek, hozzatok nekem onnan valami árut. De löjjeskeho el gavzokaf minkéfjama. A matrózok nem tudtak semmit talán ilyen kevés pénzért, csak a parton találtak egy ilyen dobozt, egy ilyen ládát. Elhozták neki, ajszulé. Amru lej, avid marona lej, jeskeche de hava minnedeni noj. És azt mondták, hogy tessék, mester, itt van a láda, használd egészséggel. Ő kinyitotta, és mit talált benne? Megint csak pénzt és aranyat. Zimna hadata bozfinosa de minstrukisa, ve kule iszke habe machiszba higgavza, iskekba hú zimna, hogyan lehetséges ez? Szóval talán, mert volt egy hajó, araboknak egy hajója, ami elsüllyedt, és ebben volt, a ládában volt minden pénzük, és ezt kivetette a tenger magából, és ezért lehetséges, hogy így volt benne ennyi arany. Most a legizgalmasabb rész. Min matronusa, és még nem. Min matronusa, egy római nagyságos asszony, az, akitől meggazdagodott a Rabbi Akiva. Itt is a kommentárok azt mondják, hogy itt is valahogy egy tengerrel volt kapcsolatos a történet. A történet úgy szólt, hogy Rabbi Akiva és a tanítványainak nagyon szükségük volt a pénzre, és elmentek egy ilyen gazdag római asszonyhoz, és kölcsön kértek tőle. És azt mondta az asszony, jó, adok kölcsön, de legyen Isten és a tenger a ti kezesetek. De jó. És kölcsön adta a pénzt, és eljött az ideje, hogy visszafizessék a pénzt. És a nő nem is ment el a Bekivához, hanem Istenhez imádkozott, és azt mondta, Isten és a tenger, ti vagytok a kedvesek, adjátok vissza a pénzt a Bekivához. Ugyanabban az időben a római császárnak a lánya megbolondult, és azt hitte a császár, hogyha valami nagy kincset bedob a tengernek, akkor a tenger istene, vagy nem tudom pontosan miért, az majd meggyógyítja. És bedobott egy láda kincset a tengerbe, és közben kivetette ez a tenger ennél az asszonynál. Az asszony eltette a pénzt, és amikor
Jöjj, rabja, ki vagy, visszafizesse, azt mondja, már nem kell visszafizetned, mert a tenger, a kezes, az már kifizette helyetted. Érdekes, hogy az összes történet itt, nem az összes, de látjuk, hogy három vagy négy történet, ez mindig valami a tenger, a valami hajó, hajónak valamilyen láda, a láda teli pénzzel. Mert látom közben, hogy a Kata írja, hogy galion figurának nevezik ezt a szarvas fejet, amit a hajó elejére tettek. Idézem Katát, a hajósokat védte gyakran állatot ábrázolt, de máshol isteneket faragtak, vagy más lényeket. Manapság is lehet néha látni ilyeneket, de már ritka, főleg vitorlásoknál van, hagyományként. Köszönjük szépen a megjegyzést, Kata. Okay. Most jön a legizgalmasabb rész, miből gazdagodott még meg. Umin Isten shel turnus rufus. Turnus rufus feleségétől. Mi volt a történet Turnus Rufusszal? Turnus Rufus az egyesek szerint Tinios Rufus. Segítsetek el, mert nem ismerem ezeket a figurákat, de ő volt állítólag az első, a Adrianus császár idején Izraelben a helytartó. Tinios Rufus. És ő volt az is, aki Rabbi Akivát végül halálra ítélte. Most ő többször volt, hogy ilyen hitkérdésekben vitatkozott Rabbi Akivával, és Rabbi Akiva mindig győzött ezekben a vitákban. És ez borzasztóan idegesítette a helytartót, és jött haza, és nagyon mérges volt, és a felesége, aki egy gyönyörű nő volt, azt kérdezte tőle, hogy mi van, hát miért vagy ilyen mérges, miért vagy ilyen ideges. Ugye neki jöttet ez a Rabbi Akiva, ez idegesít. Azt mondta, hogy bízd rám, én bűnbe fogom vinni, el fogom csábítani. És elment, kicicomázta magát, és elment, hogy kísértésbe ejtse Rabbi Akivát. Rabbi Akiva, oda ment Rabbi Akivához, és Rabbi Akiva, amikor meglátta, akkor köpött, sírt és nevetett. Azt mondta neki, mit köpsz, sírsz, nevet, mi ez? Azt mondta neki, kettőt ebből elmondok neked, a harmadikat nem. Azért köptem, mert rád néztem, és láttam, hogy milyen gyönyörű vagy, és fölébredt bennem a kísértés, de arra gondoltam, hogy igazából te is csak egy romlott sperma csebből vagy. Ugye van egy ilyen mondás, az ember gondoljon arra, honnan jön, hová megy, ahonnan jön. Mi tipaszruha, egy büdös csebből, hová megy? A föld porába. Ugye? Csak az ember, ha erre gondol, akkor nem megy bűnbe, az úgyis mindegy, most ezek mind múló dolgok. Ugye a vége az az, hogy mindig mi át az szerintem a Nimechesben, és arra is gondoljon, hogy ki előtt fog majd, kell majd számot adni a tetteiről. Azt mondja, hogy három dolgokra gondolja az ember, és nem, megy, nem fog vétkezni. Ha kísértés száll rá, honnan jössz, hová mész, és ki előtt fogsz számot adni a tetteidről. Honnan jössz egy büdös csebből, hová mész a föld porába, ki előtt fogsz számot adni a cselekedeteidről, a jó Isten előtt. Most, azt Rabbi Akiva, megláttalak, és kísértésbe estem, arra gondoltam, hú, hát te is csak egy büdös csebből vagy. Aztán miért sírtam? Mert arra gondoltam, hogy folytatás, ugye, hogy föld porává lesz, és mondom, kár ezért a szépségért, hogy a föld pora, és a kukacok fogják megenni a földben. Miért nevetett, azt nem mondta el neki, csak gondolta, miért nevetett, mert meglátta égi szemeivel, hogy ez a nő, ez be fog térni zsidóvá, és a felesége lesz. Várj, és mi történt? A nő, hogy? Igen, azt tetszett nagyon, ugye? Igen. Szóval, mondta, látta maga előtt, hogy ez a nő be fog térni, és zsidó lesz, és feleségül fogja venni. Erre azt mondta, a nő látta, hogy milyen okos ez az ember, és ő is belegondolt, hogy milyen vétkei vannak, és megkérdezte rá, hogy kivától meg lehet térni, én jóvá tudom tenni a vétkeimet, és mondta, igen, ha betér zsidónak, akkor
jóvá fogod tenni a vétkeidet. Erre betért zsidónak, és tényleg később Rabbi Akiva felesége lett, és olyan gazdag nő volt, hogy ez is még hozzátett Rabbi Akiva gazdagságával. Oké, és az utolsó, a hatodik, amiben meggazdagodott Rabbi Akiva, minket Tiabar Shalom. Tiabar Shalom nagyon gazdag ember volt, aki a vagyonát a Rabbi Akivára hagyta. Rav Gamda, Jahivár Bazoz, lesz Funnei, lesz Szőkömi, Edam, Lajáske, Huász, Levány, Kupa. Történt egyszer egy hasonló történet, mint amire a Kivával volt, ez a ládás történet, hogy adott egy 4 zuszt a matrózoknak, és azok csak egy ládát találtak, a ládát hazahozták, és benne volt a pénz. Egy nagyon hasonló történet volt Rav Gamdával, ő is adott 4 zuszt a matrózoknak, matrózok nem találtak semmit, találtak egy kis majmot. Vettek neki egy majmot, hozták volna haza a majmot, és támétve állacharata, a majom elszabadult, és elszaladt, és bement egy barlangba. Chafrubászre, erre utána ástak, áskakodre vialmargaliusza, és azt találták, hogy egy kincses ládán ül. Ájtun léku lahu, és az egészet elhozták Rav Gamdának. Ugye ezek a történetek nyilván részben azt is kifejezik, hogy ha valaki átadja magát önzetlenül és puritán módon a Tóra tanulmányozásának, akkor Isten a legkülönösebb, csodálatos módokon gondoskodik a megélhetéséről és a gazdagságáról. Oké, egy nagyon szép történet következik. Amrané Bász Készár Rabbi Jeshua ben Hanánja, azt mondta a császár lánya egyszer Rabbi Jeshua ben Hanánjának. Taire mefo erebe klimchor. Lehetséges, ez a gyönyörű tóra, ez egy ilyen ronda tartóeszközben van, mint te. Mit akart mondani? Te egy ronda ember vagy, csúnya vagy. És hogy lehet, hogy ilyen nagy bölcsesség nálad van? Egy ilyen szép tórát, egy ilyen ronda csomagolásban? Hogy lehetséges ez? Mit válaszolt neki? Amala limdimi beszavuch. Mama nichinjai. Azt mondja, figyelj, tanulj az apától. Az apád házában mire rakják a, miben rakják a bort? Miből isztok bort? Amire lébe manni de pachra? Azt mondta neki a cserép pohárból. Amire la kulálom de pachra, átöbbe manni de pachra? Azt mondta neki, lehetséges ez? Az egész világ mindenki cserép pohárból iszik bort. És ti is cserép pohárból isztok bort? Átöbbe hitöbbe manni de kacpöve de hava? Nem illik ezt hozzátok nektek, ezüst, arany pohárból kéne inni. Az lesz, hogy Ramasz Hamra bemanné, de Kászper de Hama szeri. Erre elment, és igazadva elment, és elkezdte arany és ezüst pohárba önteni a bort. Mi történt? A bor megsavanyodott. Amela afei rájszakein. Azt mondta neki, látod, a tóra is ilyen. Ha túl szép edénybe raknánk, akkor megsavanyodna. A kommentárok elmagyarázzák, mit akart ezzel mondani. Azt akarta mondani, ha valaki nagyon el van foglalva a szépségével, a testi szépségével, akkor hiú lesz, és nem lesz benne meg az az alázat, hogy a Tórát befogadja. És ezért az, hogy én nem vagyok szép, nem szépítkezem, és nem vagyok elfoglalva a testi szépségemmel, az segít nekem arra, hogy a Tórát jobban tanuljam, mert nincs az a kísértés, és nincs az, amitől úgy öntelt legyek még pluszban, és ezért az a képesség, hogy alázattal, befogadó készségem legyen a Tórára, az jobban megvan bennem. Erre azt kérdezte tőle a császár lányába, ikössa pirinugmini, oké, de vannak szép bölcsek is, nem csak csúnyák, mint te, az hogyan lehetséges? Azt neki, amely la, i havesse nu, havek minintfe. Azt neki, igen, de ha csúnyák lennek, akkor még okosabbak lennének. Ha ide állsz, nekem én rám jövőm, hát Daladina. Történt egyszer, hogy jött valaki Rabbi Judához, Nahárdából, az ítélőszékhez. Mischaivis min dina, és az ítéletnél negatív ítéletet mondott rá ki Rabbi Juda. Amre la, azt mondta neki, Shmuel Rabbeha Chidanan, azt mondta neki, látod, Shmuel, a te mestered is így ítélkezett volna, mondta gúnyosan. Amre la, jött átlé, azt mondta, miért, te ismerted őt? Amra lej, azt mondta neki, igen, ismertem. És egy borzasztó ronda ember volt. Guca,
alacsony volt, rábakászé, kövér, ukam, sötét, virábesiné, és nagy fogai voltak. Most a ronda rabbikról van szó. Történet sorozat a ronda rabbikról. Azt mondták, igen, ismertem Smuel, borzasztó csúnya volt. Alacsony, kövér, nagy fogai voltak. Azt mondta neki, amen, la, ne vezzújék, haszisz. Azt mondta, nem szégyeld magad? Így beszélsz a rabbikról? Te hava hítesze mi sámta. Rögtön kiátkozta azt a nőt. Mi történt? Paka be mésza. Nő meghalt. Szép történet, nem? Oké. Okay. Kedves barátaim, most visszatérünk egy kicsit a ókori gyógymódokhoz. Nagyon kedves vagy, Regina, köszönöm szépen, ha rám gondoltál. Oké. Okay. Szóval, visszatérünk az ókori gyógymódokhoz. Ugye arról volt szó, hogyha valaki azt mondja, hogy én letiltok magamról minden főt ételt, akkor mutat be vejce turmita, akkor a turmita tojáshoz megengedett neki. Az nem főt étel. Mi ez a turmita tojás? Máj vejce turmita. Amar Smuel azt mondta, Smuel avda de abidla, shavi alfadinan, ez egy különleges étel. Az a szolga, aki ezt el tudja készíteni, az sok ezer arany dinárt ér. Umejájla alfazimni be májha mimi, alfazimni be májha riri, ez egy olyan tojás, amit ezerszer meg kell főzni a forró vízben, ezerszer a hideg vízben. Adden mit az runnak, ki helyi de balla jassza. Vi im isze kéva szarihala. Mi a különleges? A végén addig főzöd meleg, hideg, meleg, hideg, meleg, hideg vízben, amíg a, nem tudom, hogy lehet főzni hideg vízben, de gondolom, hogy a meleg vízbe át kell tenni a hideg vízbe. Nézzetre, addig főzöd, amíg olyan lesz a tojás, hogy egyben le tudod nyelni, anélkül, hogy szétessen. Mi történik ezek után? Akkor egyben lenyeled, akkor ha van valamilyen gyulladás, vagy valami betegség a veledben, akkor az ráragad a tojásra, és kijön a tojásra együtt a testedből. Yoda asya mai samamizba ele, és akkor megnézi az orvos a tojást, akkor tudja, hogy milyen gyógymódot kell alkalmazni. Szóval ez egy ilyen, hogy mondják, telioszkóp? Teleszkóp? Vagy hogy mondják? Telioszkóp, ne? Hogy nevezik azt, amit így az embernek hátulról? Nem teleszkóp. Hogy? Teliszkóp? Itt, nem tudom, vannak-e orvosok közöttünk. Miért szinte egy ókori telioszkóp, szerintem úgy mondják, de lehet, nagyon nagy marhasságot mondani. Ah, itt van Salomke, szevasz! Moker Tov. Szóval a pelioszkóp, vagy ez a tojás, amikor kijön, akkor csak meg kell nézni, és tudjuk, hogy milyen be. Endoszkóp! Köszönöm szépen, Kata! Endoszkóp. Endoszkópos vizsgálat. Ez egy ókori endoszkóp ez a tojás. Lenyelet, kijön, megnézi az orvos, és tudja, hogy milyen gyógyszer kell. Smuel hábe badiknap sébe kulha. Smuel így vizsgáltatta magát. Addemi staren insi beisja lészaran, de olyan fájdalmas volt neki ez, az endoszkópos vizsgálat, ezzel a tojással valahogy fájdalmakat okozott, hogy a nők a házában a hajukat tépték, mert úgy ordított a fájdalomtól Smuel. Tnán hosza. Haja aiszabik lefusszín, la jajichál bebnei seva. Bebnei seva, la jajichálbik lefusszín. Megint csak a ételkészítések és az evés kapcsán, azt mondja a Talmud, azt is tanultuk, hogyha valaki klufszint eszik, akkor ne egyen bnosz sevát, ha bnosz sevát eszik, akkor ne egyen klufszint. Mi az a klufszint? Máj klufszint, minde teine, de avdi minőn lifti. Ez egy különleges fajta füge, amiből bizonyos ételeket készítenek, és hogyha ilyet eszel, akkor ne egyen olyat, olyat eszel, ne egyen ilyet. A hú gábre de hab abde le chabre lag murre alfa minne lifti. Történt egyszer, hogy valaki fizetett a fele barátjának, hogy a szolgáját tanítsa meg ezerféle ételkészítésre, szakács tanfolyam, OK és képzés, ezerféle
ételkészítésre tanítsa meg. Mi történt? A gamné tamné mea csak 800 fényét tanított neki, a menü soron csak 800 fényre volt. Az amnél a dinnek még Rebi erre elhívta bíróságra. Rebi bíróságára, hogy ez csaló. Ezerről volt szó, és ő csak 800-at csinált. Mit kérdezel magára? Amar Rebi, ahogy szénu amrona, szénu tajva, anna a filóbe nénu rain. Azt mondta Rebi, ugye idézte a Éha Jeremiás síralmas énekeiből, amikor azt mondja Jeremiás a pusztuló Jeruzsálemre, az őseink azt mondták, elfelejtettük, mi az a jó, mi pedig még a szemünkkel se láttuk. Ugye mindig arról panaszkodunk, hogy régen milyen jó volt. Azt mondja, de még a régiek is azt mondták, hogy régen milyen jó volt. Akkor nekünk még rosszabb, ugye? Azt mondja, mit panaszkodsz? 800 étel? Ez olyan, az fantasztikus, hát most nem volt 1000, a 800 is sok. Oké, kedves barátaim, áttérünk a Revi Lagziának a történetére, amit most el fogom kezdeni, de holnap még folytatódni fog. És azt kell tudni, hogy van egy zsidó fogalom, nem tudom, hogy ez nem zsidó körökben is van-e, a Bátchen, mókamester. Mókamester az esküvőn. Van egy ilyen szokás, hagyomány, hogy az esküvőn fölkérnek egy ilyen stand-up comedy-t, egy Bátchent, és ő mindenféle vicces dolgokat mond, és általában ezek a Bátchenek, ezek mindenféle tórai idézeteket is használnak. Ez nem egyszerűen, tehát nem arról van szó, mint manapság a stand-up comedy fele az trágárság, szóval nincs trágársága, hanem ilyen viccesen magyarázzák a tórát, mindenféle, tehát van benne egy intellektuális színvonal. Most arról lesz szó, hogy Rebi Lagziára nem hívták meg a Bátchent, a Bátchen pedig nem más lett volna, mint Bárka Para. Bárka Para az egyik tanítványa volt Rebinek, és ő maga is egy híres rabbi volt. És arról van szó, hogy Rebi magára vett egy ilyen aszkéta életet, és ezzel a világ összes fájdalmát megváltotta, és amíg Rebi szomorú volt, és nehéz életet élt, addig a világnak nem volt fájdalma. Talmud azt mondja, hogy nem kellett eső, 20 éven át nem volt eső, és mégis volt termés, mindenféle csodálatos dolog. Szóval a világ fájdalmai megszűntek, mert ő magára vette a világ fájdalmait. És nem akarta, hogy jöjjön Bárka Para, aki egy Bátchen, hogy megnevettesse, mert ha nevetne, akkor föloldódik ez a fogadalom, és a világ fog elkezdeni szenvedni. Mert abban a percben, ha ő nem szenved, akkor a világnak kell szenvednie. Rebi Abednehi Lula Rebi Simon Belei. Rebi Lagzit rendezett a fiának, Rebi Simonnak. Kasszaval Bézgenana, Bárka Para nem lett meghívva, és erre fölírta a lakodalomba, a falra, Eszimbárba Alfjani Bajni Dinari Nafkula Bézgenana Dein. Ló Azmenei Le Bárka Para. 24 000 ezüst tallért használt, vagy költött el Rebi erre a lagzira, és nem volt pénze, hogy engem meghívjon, Bárka Porért meghívjon? Amelé folytatta Bárka Porra, és azt mondta Rebinek, Im le öjvre röcöjne, káh le öjvre röcöjne, aláhász káma ve káma. Azt kell érteni, hogy ugye van az a híres történet, amit már tanultunk egyszer, hogy Rabbi Akiva ment két másik bölcsel a szentély pusztulása után, és látta, hogy látták, hogy a romja itt a szentélynek. És akkor a többiek elkezdtek sírni, Rabbi Akiva elkezdett nevetni. Ugye azt látták, hogy ráadásul, hogy csakálok vennek a szentély volt helyén, a szentek szentjének a romjai között. És a többiek elkezdtek sírni, és Rabbi Akiva elkezdett nevetni. És amikor megkérdezték Rabbi Akivát, hogy miért nevetsz,
Akkor több mindent mondott, de az egyik dolog, amit mondott, azt mondta, ha Isten így bán el azokkal, akik megszegik az ő szavát, akkor mit érdemelnek? Magyarul így bán el, azt jelenti, hogy ők megnyerték ezt a háborút, pedig a rómaiak, pedig ők Isten szavát megszegik, akkor azoknak, akik követik Isten szavát, pláne, hogy mennyivel több jár. Szóval a végén majd fog nekünk járni sok. Akkor bárka para, amikor ment a Lagziba, és nem hívta meg őt Rebi, akkor azt mondta Rebinek, ha Isten szavát megszegőknek jár, akkor mennyivel inkább jár azoknak, akik az ők szavát követik. Azt akart neki mondani, nem kell ennyire komolynak lenned, hogy ne vessél, hogy azért nem hisz meg, mert tartasz attól, hogy megnevettesselek, mert hogyha a gonoszok, a rokség nevethetnek, akkor te, akik követed Isten szavát, pláne, hogy megérdemled, hogy egy kicsit nevessél. Ez Amné. Oké, meggyőzte Rebit, Rebi meghívta őt is. Amellett szerintem, hogy illem a zekkák, illem a boal, áhász kámövekám. Erre folytatta Rebáka Por, és azt mondta, hogyha ezen a világon ezt érdemled, a nevetést, képzeld csak el, mi majd jár neked a túlvilágon. Micsoda öröm, micsoda boldogság. Oké. Itt fogunk most megállni. És holnap folytatjuk Rebi Lagziának a történetével. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Kívánok mindenkinek egy fantasztikus szerdai napot, örömöt, boldogságot. Kérem szépen, ma van Jutesz Kiszlé. Kiszlé 19-e és 20-a, ma van 20-a, ami a haszidizmus új éve. Ma este itt az óbudai zsinagógában lesz egy szép fabrengen, egy vendégelőadó. A sógoromban itt Floridából. Nagy szeretettel várunk titeket, reméljük addigra a fűtést is megjavítják. A viszontlátásra, viszont hallásra!